a fehérmezes fehér gyarmat a mieink ellenfele. Az MB2 északkeleti csoport 20. játéknapján a vendégek a harmadik helyről kezdhetik a mérkőzést. 25 pontot gyűjtve a bronzéremért harcolnak. Az ezüstéremre már nem nagyon van esélyük, viszont a bronzéremért még meg kell küzdeniük. A mieink a 11. helyről sárga mezben kezdik a találkozót, és úgy látom, hogy a mieink fognak kezdeni, így van. Hát nem jó hír a mieink házatájáról, hogy Szarvas Attila, illetve Burai Csaba után immár a harmadik sérültünk is megvan Hajdú Zoli személyében, aki a múlt heti Nyírbátor elleni idegenbeli mérkőzésen szenvedett sérülést, kézsérülést, a hüvelykujjáról letört egy csontdarab, és gipszes kézzel ül most ott a kispad szélén. Egyébként, aki nem tudná, az elmúlt héten Nyírbátorban óriási csatában, óriási küzdelemben 29-28-ra nyertek a mieink, úgy, hogy az utolsó másodpercben szerezték a góljukat, és érdekességképpen említhető, hogy Konsz Tibor, aki most nadrágban és ingben áll a kispad mellett, egy héttel ezelőtt szerelést töltött, és mezben töltötte el a 2x30 percet méghozzá, úgyhogy végig pályán volt támadásban, védekezésben is, és nagyban hozzájárult a csapatunk sikeréhez. A mieink támadnak, és ott van az első zicser, amit Varga Peti hagyott ki a szélről. A vendégeknél játékos edző, a hármas számú Csapos János dirigálja a csapatot. És egy egészen jó kis összeállítású társaság ez a fehérmezes csapat, akik évek óta ott vannak a élmezőnyben az MB3, vagy MB2-ben elnézést. A már említett Csapos a vendégek irányítója. A mérkőzést egyébként Moldován János és Ökrös László vezetik, ők már voltak itt nálunk Püspökladányban többször is, Békés megyéből érkeztek hozzánk. A 30-as számú Tóth Norbert átlövés góljával 1-0 arányban vezetnek, 1 perc 20 másodperc után a vendégfehérmezesek. Az ősztel egyébként a két csapat mérkőzésén Fehérgyarmaton 27-18-ra nyertek a gyarmatiak, úgyhogy a fél időben 13-8 volt a javukra, miközben egy újabb támadást hibáztunk el. Akkor Pásztor Attila vendégoldalról 8 találatot ért el. Pásztor Attila, aki most itt, most 20-as számmal látható. Közben azt nézem, hogy Szabó Lajosnak sikerül-e összeszedni a labdát. Igen, sikerült, és jó is a bejátszása. Azonban ez is kimaradt, ezúttal Cseke hibázott. Nem kezdődik jól ez a mérkőzés a számunkra. Tehát, amint említettem, Pásztor lőtte az ősszel a gyarmatiak legtöbb találatát nálunk, Arnold Sanyi és Varga Peti egyaránt 4-4 alkalommal volt eredményes. És akkor nézzük, hogy mit is csináltak eddig tavasszal a vendégek. A miénk eredmény listáját úgy, ahogy ismerjük, ugyebár a vendégek 5 győzelem, 3 döntetlen és 1 vereség az eredmény listájuk. És érdekes, hogy idegenben mindösszesen egyszer tudtak nyerni, és 2 döntetlen és 1 vereséget könyvelhettek el, azaz idegenben igen-igen csak sebezhető ez a csapat, reményeink szerint ez most realizálódik is majd ezen a mérkőzésen. A döntetlent Hajdú Szoboszlón és Kisvárdán érték el, míg a 1 vereséget Füzesabonyban szedték össze a listavezető Füzesabony ellenében. Sajnos továbbra sem sikerült betalálni a kapuba. 3. perc végén járunk, és már 3-szor is tudtunk támadni. Azonban továbbra is elnézést. 1-0, 1-1 az eredmény. Annyira belefeledkeztem itt a jegyzeteimbe, hogy nem vettem észre, hogy közben sikerült egyenlítenünk. És jöhetünk a vezetésért. Tehát 1-1 az eredmény 3 perc elteltével. Varga Peti a bal szélen, Arnold Sanyi bal lövőben, Kóti irányít, Darai jobb lövő, és Nagy Norbi a jobb szélső, Cseke Zoli pedig a beálló pozícióban. Darainál a labda. Varga Peti próbál meg jobb oldalon vagy bal oldalon helyet csinálni, azonban kiesett a labda a mieink kezéből. A vendégek 15-öse lőtte a második találatukat. Szabó Péter, a gólszerző. Konsz Tibor nagyon-nagyon dühösen
kiabál be a játékosainak. Arnót tovább húzza a labdát, és egy újabb hiba, de szerencsénkre Moldován János és Ökrös László játékvezetők visszafújják a labdát. Szabálytalanságot véltek felfedezni. Kőkeményen védekezik Vargával szemben a vendégek jobb szélsője. Egy újabb szabálytalanság. Darai. Darainak csapnak oda. Még mindig a miénk a labda. A vendégek egyébként eddigi 20 mérkőzésükön 25 alkalommal szereztek pontokat. A 20 mérkőzésből 25 pontot szereztek, jobban mondva. És ezúttal Darai vétett zicsert. Tehát 25 ponttal állnak a vendégek a harmadik helyen, a miénk eddig 11 pontot szereztek. Érdekesség, hogy most már nem a miénk a utolsó sereghajtó helyen a tabellán, hanem a Hajdú Szoboszló, akiket immár egy ponttal megelőzünk. Közben már 3-1 az állás, 5 perc elteltével, tehát a Hajdú Szoboszlót megelőzzük, a Balmazújváros egy ponttal van előttünk, és a 9. Nyírbátor, akit a múlt héten megvertünk, az 16 ponttal áll. Tehát úgy tűnik, hogyha itt a mai alkalommal nem sikerül nyernünk, akkor tulajdonképpen 7 méteres, úgy látom, igen. Tehát ha itt most nem sikerül nyernünk, akkor már papíron is kieső helyen zárunk, de erről majd még később fogok beszélni, hiszen nagy változások várhatóak a következő évi MB2-es lebonyolítást illetően. Nézzük, Kótit sikerül-e neki túljárni a Nagy Tamás eszén. Nem. A vendégek 16-os számú kapusra ezúttal is a helyén volt, tehát maradt továbbra is a 3-1 a 6. perc végén járva. Túl vagyunk az első félidő felén. 8-5 az eredmény a vendég Fehérgyarmat javára, akik 7 métereshez jutottak, és sajnos mi már ebből a műfajból kettőt elhibáztunk, tehát 2 hetest 15 perc alatt kihagytunk, és ahelyett, hogy most szoros lenne a mérkőzés, szerencsénkre Somogyi remekül védett, tehát szerencsére nem kell befejeznem az előző mondatot, hogy ahelyett, hogy szoros lenne a mérkőzés, mert most újra szorossá tehetjük. Meglehetősen gyenge kezdés után az elmúlt 6-8 percben úgy magára talált a társaság, és 6-1 után már egy gólra is vissza tudtunk jönni, azonban újra az említett 7 méteres elhibázásával megint a vendégek léptek előnybe, és most sajnos megint 9-5 a javukra, tehát megint 4 góllal vezetnek. Meglehetősen hullámzó a játék, tehát gyengén kezdtünk, aztán visszajöttünk a meccsbe, aztán most megint egy gyengébb periódusban vagyunk, igaz, ember hátrányban vagyunk ezekben a percekben, amely néhány másodpercben letelik, és sajnos ebből az ember hátrányos helyzetből eddig a vendégek kétszer voltak eredményesek, szerencsére most az utolsó pillanatban Darai azért ezen a statisztikán egy picit javított. 9-6, tehát az állás a 17. perc felénél járunk, és egyáltalán nem könnyű mérkőzés, ez sem a vendégeknek, sem a miénk számára. Kőkemény védekezés, kőkemény támadás mind a két oldalon. Egyelőre a fehér gyarmatiak igazolják azt, hogy nem véletlenül állnak a tabella harmadik helyén, meglehetősen gyors játékot játszanak. Már korábban egyébként említettem, hogy változások várhatóak az MB2 lebonyolításában, és valószínűleg vissza fog állni a 6 csoportos rendszerre a bajnokság szeptembertől. Ilyen volt ez tulajdonképpen. Gyönyörű blokk volt. Marad a kapusé. Azt reklamálták a miénk, hogy a kapus hozzáért a labdához, és ezt végül is a két játékvezető megkonzultálta egymással, és miénk a labda. Tehát visszatérve, egy év próbálkozás után, amikor is most 5 csoportos az MB2-es bajnokság, visszaáll a régi hagyományos rendszerre, minden valószínűség szerint, tehát nem azt mondom, hogy 100%-osan, mert ez még nincsen teljesen eldöntve, de minden bizonnyal, ha már felvetődött a kérdés, akkor ezt el is fogják fogadni majd a Magyar Kézilabda Szövetségben, tehát 6 csoportos lesz majd az MB2, az azt jelenti,
7 méteres kiállítás sajnos, Szabó Lajos mehet pihenni 2 percig, tehát minden bizonnyal, hogyha visszaáll az 5 csoport helyett a 6 csoport, akkor nem nagyon lesz kieső az MB2-ből, de hát azért jó lenne, ha már kieső helyen végzünk, azért jó lenne minél előkelőbb helyen végezni, hiszen a mostani jelenlegi lebonyolítás szerint a 12 csapat közül a 12., a 11. és a 10. lesz majd kieső. Mi most jelenleg a 11. helyen állunk. A vendégek 20-asa, Pásztor Attila kezében a labda. Somogyi nem tudta megakadályozni a gólszerzésben. 10-6. Úgy tűnik ez a 3-4 gólos fehérgyarmati előny. Legalábbis eddig állandósul. Egyszer tudtunk följebb lépni. Azóta azonban lépéshiba sajnos Arnold Sanyi részéről. Labdát szereztünk. Kóti szemfülesen elhalászott egy átadást, és Varga Peti révén 10-7 az állás. A 19. perc közepén járunk, és jó lenne végre már kivédekezni egy támadást. Erről beszéltem, sikerült leszorítani a sarokba a vendégek 20-asát, Pásztort, akinek pattintott lövése. Igaz, hogy elment Somogyi mellett, de a kaput is átpattanta. Na 10-7, talán sikerül följebb zárkózni.